Üdvözlök mindenkit a Kisvárda Masztergúdese MTK Budapest mérkőzés sajtótájékoztatóján. Üdvözlöm a vendégcsapat vezetőedzőit Vida Gergőt és játékosát Győri Barbarát, és a hazai csapat vezetőedzőit Bakó Botondot és játékosát Dombi Lucát. Megkérnélek, Gergő, értékeld a találkozót. Gratulálok a Kisvárdának. Nagyon jó és küzdelmes mérkőzést sikerült megnyerni. Igazából a vereségünk oka az több összetevős. Ugye az első fél időben azt gondolom, hogy nagyon sok könnyű voltatunk a Kisvárdának, technikai hibákból, illetve eladott labdákból, és ebből kialakult egy három gólos különbség, azt hiszem, hogy a legtöbb talán. De igazából ugye a védekezésünk se álltott még össze nagyon. De a második fél időben azt gondolom, hogy jól jöttünk ki, és fokozatosan dolgoztuk le a hátrányunkat. Ugye ott egy 20. perc után meg is fordult a meccs, utána történt, ami történt. Kisvárda visszafordította, de mi nem adtuk fel a mérkőzést, és ismét lőtávolba kerültünk. Meg voltak a lehetőségeink, azt gondolom, hogy ha belőjük, akkor egy pontra jók lettünk volna, de hogy hal sportban nincs. Úgyhogy fókuszálunk a következő mérkőzésre, mert még van esélyünk a 7. hely megszerzésére. Köszönöm szépen. Megkérnélek, Barbara, értéked a találkozót. Én is gratulálnék a Kisvárdának, nagyon jól játszottak ma. Szerintem mi vesztettük el ezt a mérkőzést, itt eladott labdáinkkal a felesleges hibákkal a 2 percet elhúztak volna. Fájó ez a 2 pont, mert nagyon szerettünk volna nyerni, de ahogy Gergő is mondta, küzdöttünk és nem adtuk fel, és ebből kell utkezdünk a Szombathelyen. Köszönöm szépen! Megkérnélek, Botond, értékeld a mai találkozót. Köszönjük a gratulációt, én is gratulálok az MTK-nak a mérkőzéshez. Nehéz helyzetben érkeztünk a mérkőzésre. Mentálisan nagyon mélyen voltunk, és mondhatom, hogy nagyon rossz helyzetben. Ugye az elmúlt mérkőzések sajnos nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna, és nem csak elsősorban az eredmények, hanem a mutatott játék, azon belül is a támadó játékunk. Úgyhogy a héten sok mindent megpróbáltunk, hogy egy kicsit kimozdítsuk magunkat ebből a helyzetből. Ugye azért ez mellett a Tamara hiányzása is érződött, nem tudtuk az irányító pozíciót úgy füstelni, hogy kellett volna, de azt gondolom, hogy a Fuzsi nagyon-nagyon jól megoldotta ezt a mérkőzést. Úgyhogy örülünk a győzelemnek, nyilván 3 dolog miatt is. Az utolsó hazai mérkőzésünk volt a bajnokságban, mindenképpen szerettünk volna győztesen zárni hazai pályán, illetve a távozók is nagyon szerették volna természetesen az utolsó mérkőzésen győztesek maradjunk. A másik az természetesen az, hogy ebből az állapotból, ebből a helyzetből valahogy kikecmeregjünk, kívánszorogjunk, és végre hosszú idő után nyerjünk egy mérkőzést, ami sikerült és fontos volt számunkra. És ezzel bízom benne, hogy egy picit átléptünk most ezen az előző állapotunkon. És hát nyilván a harmadik az, amit a Gergő is mondott, hogy a 7. hely, ez még a bajnokság nyitott, mindkét csapatnak megvan a lehetősége megszerezni, úgy az MTK is, mi is szeretnénk a 7. helyre beérni. Természetesen ez még egy mérkőzést jól kell játszani. Úgyhogy megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni az utolsó mérkőzésre a bajnokságban, és természetesen mindent megteszünk azért, hogy elérjük a kitűzött célunkat, és hogy az utolsó mérkőzésen is sikeresek legyünk. Azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint a mai mérkőzésen, nyilván nagy csatak lesz, de bízom benne, hogy a maiból egy kis önbizalmat merítünk, hiszen így irányítottuk talán a mérkőzést, vezetni tudtunk sokáig, második fél időben fordult egyszer, aztán utána gyakorlatilag már azt gondoltuk, hogy megnyertük 4-0 a meccset, és bebizonyosodott, hogy minden meccs 60 percig tart. Viszont a mai mérkőzésen semmi nem számít, csak az, hogy nyerni tudtunk, mert ez a legfontosabb a jelenlegi helyzetünkben. Köszönöm. Megkérnélek, Lucia, értéked a mérkőzést. Én nagyon büszke vagyok a csapatra, mert úgy érzem, hogy az utóbbi időben elég mély gödörbe kerültünk. Veszítettünk el olyan mérkőzéseket, amire nem számítottunk, de úgy gondolom, hogy most bebizonyítottuk és megmutattuk az igazi arcunkat, hogy hazai pályán győztesen tudjuk elhagyni a pályát. Tényleg csak annyit tudom mondani, hogy ez egy igazi csapatmunka volt, és büszke vagyok a csapatra. Köszönöm szépen az értékeléseket.